A legtöbb embernek még mindig kevés információja van a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberekről, az általuk végzett munkáról. Többek között ezért is tart kétnapos szakmai konferenciát az idén 30 éves mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete egy pályázatnak köszönhetően. Gyakorlatilag a foglalkoztatás, a mindennapi gondjainkról lesz a kétnapos konferencián szó, illetve azokról a fejlődési menetekről, amiket eddig elért a megye, az ország, és mind olyan szakelőadók fognak előadást tartani, akiknek köszönjük a segítségüket, köszönjük az eddigi kapcsolatainkat. Több mint 20 évvel ezelőtt az egyesület létrehozta a Start rehabilitációs vállalatot, ahol jelenleg több mint 2000-en dolgoznak, többségük megváltozott munkaképességű. A KFT vezérigazgatója úgy véli, hamarosan átalakulások várhatóak a cég életében, azzal ugyanis, hogy felülvizsgálják a rokkant nyugdíjasok jogosultságát, sokan kikerülhetnek az ellátórendszerből. Hétről hétre dolgoznak a szakemberek a területeken lévő bevonásával is, hogy a szélkámáterv alapján az legyen az ellátásban bent, aki arra tényleg rászorul. Tehát mostanában úgy szeretem, hogy a potyautasokat megpróbálják levenni a szerelvényről, és a lehetőséget tényleg azoknak teremtsük meg, akik egyébként ezt nem tudják megoldani, akik gyógyultak, akiket az egészségügy fejlődése visszatutazna a nyílt munkaerőpiacra, az ne foglalja el a parkolóhelyet. A Start vállalat vezérigazgatója hozzátette, mindez átszerveződésekkel is járhat a KFT-nél. Balogh Zoltán valószínűsíti, hogy cégcsoporton belül kell majd dolgozniuk a megváltozott munkaképességűeknek, az egészséges munkavállalókat pedig külön kell majd foglalkoztatniuk.